Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök vntv t a Televíziót láthatnak. Ez a feladás sorozatunkban, kedves vendégünk a stúdióban, Király Tamás úr szakértő. Szervusz köszönöm a kívást! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az energetikánkkal foglalkozzunk. Több adást készítettünk, mert többet, sokat beszélgettünk már az auránkról, mint az energetikai rendszerünkben felelhető dolgokra vonatkozó információkról. És az előző beszélgetést, ha valaki nem látta, akkor javasoljuk a kedves nézőknek, hogy nézze meg. Említetted a reinkarnációnak a fogalmát és szeretném megkérdezni, hogy az aura elemzése, vagy az aura látás, az lehetővé teszi-e azt, hogy én megtudhassam azt, hogy ki vagyok én valójában, kinek az újra születése, újjászületése, mi az én sors feladatom, meddig juthatok el ebben az életemben, vagy esetleg nagyon tévúton járok-e. Tehát, mint egyfajta sorselemzés, sorsfeltárás, megtudhatok-e magamról valamit, amit esetleg sejtek, érzek, vagy, vagy, egyáltalán nincsen semmi ráérzésem, rálátásom. Az órában azt, hogy az előző életekkel összefüggésben milyen kapcsolatban van az illető, azt, azt azért nagyon nehéz megítélni szubjektíven, tehát egy karaktert említeni, mert alapvetően annak nyilván a korábbi karakter megfelelője, az egy olyan hordozott személyiséggel ö, nyitotta meg azokat az belső ösztönerőit, amivel ő az élete során működött, amikkel most a jelenlegi karakter egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezik. Tehát elképzelhető, hogy valaki egy korábbi, nem tudom, inkarnációjában ö, valaki, valaki ismert személyiségnek, vagy fennmaradt karakternek, az aktuális, jelenlegi születése, de szinte biztos, hogy ugyanazt a, a metódust, ugyanazt az utat ebben az életében nem fogja tudni beteljesíteni, mint amit mondjuk korábbiakban igen. Tehát, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy hú, nekem milyen jó képességeim vannak, manapság a legtöbbet, amit hallok, hogy Jézus Krisztusnak vagyunk egyenesen a, az inkarnációi. Tehát valaki azokból a képességekből erre következtet, ami neki van, Viszont, hogy jön egy ilyen felismerés, akkor innentől kezdve elkezdi ezt komolyan venni. Le lehet-e ezt ellenőrizni egyáltalán, hogy ha már ő így gondolja, érzi, hogy ilyen képességei vannak, azonosul ezzel a dologgal, az aura visszatükrözi -e ezt, illetve inkább azt mondanám, hogy nem ezt, hanem a valóságot meg tudja elmutatni, ha ettől eltér. Az, persze, az Aurában a, azok az összefüggések, amik uh, például egy ilyen képességrendszert uh, kitesznek, uh, azok már annyira az általános uh, képesi uh, területeknek a, a, a túlzott igénybevételét mutatnák, uh, ami nem ér De egyébként ez nagyon könnyen megítélhető uh, én nekem, amikor uh, ez a, a képesség az én életemben uh, teljes egészében, visszatarthatatlanul berobbant, akkor például az én hitelességemet nyilvánvalóan nagyon sokan kétségbe vonták. Ennek hatására olyan egyszerűen eldönthető helyzeteket teremtettek, amiben egyértelműen le kellett vizsgázni ennek a folyamatnak, hogy működik vagy nem. Ott nem volt kérdés, tehát ott uh, az ember elé beállítottak valakit uh, annak függvényében, hogy milyen színeket láttál körülötte, azoknak az állapotoknak a leírásával, ha te azt láttad, ami valójában az illetőt jellemzi, akkor az illetőt jellemezted le. Tehát valójában, hogyha egy ilyen uh, Krisztus tudat, vagy egy ilyen, uh, tehát a lényeg, hogy egy előző inkarnációval ilyen szoros összefüggésben megélt önazonosságot érez valaki. Nem kell azonnal szerintem elvetni, csak érdemes megvizsgálni azt, hogy ez, ez egy, egy mögöttes tartalmat véve, ez ténylegesen hozza ezt, ami, amit ő állít. Mert nyilván állítani sok mindent lehet, de alapvetően, ha egy ilyen képességgel rendelkezne valaki, azért ott az aura az már nagyon eltávolodna a fizikai rezgésektől. Tehát, hogy ott az már, az már nem a fizikai valóság kielégítéséről, mm. nem a fizikai test különösebb igényeiről szólna, hanem ott a képességeknek, az érzékelésnek, és úgy a természettel, az univerzummal való egységnek a, a minél pontosabb megéréséről és közvetítéséről szólna. Tehát ott már egyre inkább érvényesülne ez a fogalom, hogy a test csak egy olyan porhüvely, ami tartja azt a fajta lelket, amit utána adott esetben egyszer visszahívnak, és majd újból leszülettetik. Mi történik az aurával, hogyha valaki nagyon meghasonul ezektől a dolgoktól, tehát egy nagyon fontos szót mondták ki a tudatot, Krisztus tudatot, de gyakorlatilag ezekhez a tudatmezőkhöz most már nagyon sokan hozzá tudnak csatlakozni, csatornáznak, meditációban, vagy valamilyen fajta technikával, úgy úgymond leveszik ezeket az energiákat, leveszik az információkat, lehozzák a tudást. Ö, aki ezt meg tudja csinálni, annak eredetileg az aurája is lehetővé teszi -e ezt, vagy pedig ez teljesen szabadon tud mozogni. Tehát ez bárki szabadon kitalálhatja-e magának, elhatározhatja, -e? mert én hallottam olyat, hogy azért az aura az tartalmazza azokat az információkat, hogy te neked ebben az életedben, most ebben a formában úgy nagyjából mi a feladatod, mi az irány, mi az utad? Um, az én tapasztalatom szerint um, ez sajnos igaz, hogy az aurában alapvetően hordozva van az a, ha úgy tetszik, információ mennyiség, az a kód, amivel te ezt az életedet, Leéled, hogy most ezt karmának hívjuk, sorsfeladatnak hívjuk, képességnek, az szerintem indiferens, de alapvetően az tapasztalható, hogy azoknak a, a plusz energia tartalmaknak, információknak, az előtérbe helyezésével, ami ezzel a fajta sorsprogrammal függ össze, amit az életedben elérhetsz, megtehetsz, kifejlődött magadból gyakorlatilag azokon túl nem érdemes az embernek ígérni, mert sok esetben volt erre irányulóan próbálkozás, ezt én nem tagadom, hogy olyan embereknél, akiknél volt egy, egy beállt állapot a fejlődési periódusok, periódusok tekintetében, megpróbáltunk olyan változásokat eszközölni az illető kapcsán, Amivel a saját maga által elért eredményeket egy picit túlhúztuk. Nem olyan nagy mennyiséget kell ez alatt érteni, adott esetben mondjuk egy ilyen energetikai terjedelmében egy 20-30 százalékos térreléssel működött tovább ez az információ az órában. Viszont a végeredménye az az lett, hogy elkezdett olyan hosszabb távon káros hatásokat okozni ez a jellegű idézőjelben erőszakolt változás az aurában, ami az aurában lévő rezgések finomságán keresztül olyan ellentét rezgéseket idézett elő, ami utána megbontotta az aura egységét, tehát nem, hogy többet értünk el általa, hanem még vissza is fejlődött valamelyest a már egyébként elért eredmény. Uh, és egyébként ettől függetlenül ebből nem volt olyan sok kísérletünk, de ettől függetlenül vannak, hozzám is eljutottak olyan uh, jelzések, esetek, uh, ahol uh, nem csak ilyen uh, médiumi tevékenységekkel, hanem egyéb uh, más viatáblával uh, kommunikálnak a... A fentiekkel, meg ilyen szellemvilággal. Sőt, volt olyan, hogy mindenféle előképzettség nélkül gyerekek játszottak ezzel. Például összejöttek 13-4 éves gyerekek, és akkor a, a próbálták a, a táblán keresztül megidézni a, a nem is tudom én kicsodát, és akkor ennek hatására ott olyan jellegű események történtek, és olyan megérésék voltak a gyerekeknek, az eddig, egyiknek egyébként maradandóan olyan ilyen idegrendszeri, neurológiai, panaszai álltak elő, amivel gyakorlatilag a mai napig küzd. Tehát ott is ugyanaz látszódott, hogy felkészültség nélkül, ráhangulódás nélkül, valamilyen jellegű képzettség nélkül egy ilyenbe belelépett, és ennek lett egy olyan hosszú távú következménye, amit az ő testem. Tehát alapvetően sajnos az a tévhit, hogy ezek az energiák, ezek a jellegű hatások meg, ezek csak jók lehetnek, ez, ennek sajnos el kell oszlania, és fel kell, hogy ébredjenek az emberek, hogy ez sajnos nem igaz. Tehát ezeket az energiákat használni lehet pont ugyanakkora a volumennel negatívra, mint amekkora erővel a pozitívra. És amikor ezeknek a, a, a jelzéseknek a ellenére valaki ezt ilyen könnyed természetűen veszi, elkezdi ezeket a folyamatokat fejleszti valamilyen jellegű ritualikussággal, minden egyes nap, minden egyes héten, saját magát megpróbálja arra trenírozni, hogy ő mondjuk egy fenti kapcsolatot létrehozzon, kockára teszi ezáltal a, a saját rendszerének az egészséges működését és ez sajnos egy olyan kockázat, amire viszont nincsen a későbbiekben a megoldása tekintetében gyakorlat, hogy hogyan lehet akkor kiavítani egy olyan jellegű elváltozást az aurában, az illető személyét érintően, amihez ő adott esetben lehet, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül tett hozzá. És akkor mondjuk egy 5-7 éves ilyen jellegű munkát követően az illetőben beáll valami olyan energetikai változás, ami a saját érzékenységét, az érzelmi világát, a lelki világának a reakcióit, a gondolkodás módját meghatározó változásokat idéz elő. Tehát ebben sajnos nincs, nincs értelme erőszakkal fejlődni. Tehát ha az aurában ezek magyarra fordítva jelen vannak, akkor például a mediumitásnak megvannak azok a jelzései a gerinc körüli ö, energiapályánál, ahol ugye a Kundalini is halad, ott van arra utaló jelzés, hogyha nagyobb energiatöltetett, egy erősebb rezgésű energiát vesz fel az energiapálya, akkor az jó eséllyel képes tágulni annyira, hogy azt az energiát fogja tudni áramoltatni és ennek az áramlásnak a hatása lesz az információ olvasás. Mert egyébként sokan kapnak jelzéseket, hogy most ezt minek hívjuk, déjà a felettesénnek, a lelkemnek, a tudatalattimnak, édes mindegy. Kapnak jelzéseket, de nem dolgozzák fel, mert mm. nincsen erre kialakult belső módszerük, hogy felismerjék a jeleket és ebből kifolyólag nyilván, mert ugye nem törekszik arra a rendszer, hogy ezeket a jelzéseket megfejtse, így nem okoz károkat. Viszont itt ebben az esetben az emberek tudatosan arra készülnek, hogy valami olyan magasztos rezgésű tartományból származó kapcsolódást tegyenek a fizikai síkon elérhetővé, ami nem véletlenül nincsen. Szeretném megragadni azt a vonalat, azt a szellemvilágot, mert ugye, hogyha valaki nem tud még, mondjuk így, hogy azt hiszi, hogy tisztán csatornáz, azt hiszi, hogy valami jó szándékú entitással, vagy akár magával, Jézus Krisztussal beszélget nap, mint nap, vagy akár az ő szellemét idézi meg, akkor ugye ott nagyon félre mehetnek a dolgok, és én a szellemekről szeretnélek kérdezni, nem csak ezekről a fajta szellemekről, amit akár egy, egy próbálkozással magamra szedek, vagy amit, ami, amik rám ragadnak menet közben mondjuk, mert ugye vannak ilyen történetek, hogy akik megrekednek itt a, a szellemvilágban, és nem tudnak tovább menni, nem tudnak testet ölteni, nem tudnak újra születni, azok egy fizikai testre rácsatlakoznak, és akkor azt tartja őket életben. Illetve gondolok még azokra a szellemekre, Akiket mi nem engedünk el, elhuntjaink, azok, akik, akik, akiket mi nagyon szerettünk, és elhagytak bennünket, és minden részét, amit még csak lehet, gondolatok érzelmek útján, megpróbálsz, megtartani, megfogni. Az auránkra hogyan hatnak ezek a szellemek? Látod-e, hogy ha valakin van ilyen, most nem szelleműzésre, nem kifejezetten a szellemi világ megközelítéséből, az aura megközelítéséből Persze. szeretnélek kérdezni? Hogy ne? Tehát ugye ezek energiaforrások, tehát maga az aura az egy energiaforrás. Erre, hogyha bármi energia felhasználó kerül, azt nyilván észlelni fogjuk. Az aurában egyébként látható olyankor, hogy azon a részén az aurának, ahol van az elváltozás, van egy energiaszegény állapot, ami fátyolos, az aura alapszínét tekintve legyen, ez egy sárga, zöld, kék szín, édes mindegy, annak a színnek egy ilyen fátyolosabb uh, uh, színezete látszik, valahogyan szeparálódik az a tér, uh, és azon keresztül úgy uh, ömlik energia, úgy árad ki az energia, hogy az aurán belül szabályosan azt látod, hogy van egy ilyen kifelé áradó pesgés az aurából, aminek a végső uh, pontját nem látod, hogy hol szívódik föl, viszont az energia az folyamatosan áramlik ki az aurából de sajnos ez, ez, észrevehető és ez észrevehető. Mennyire gyakori ez egyébként? Tehát ezt azért kérdezem, mert például látom azt, hogy nagyon-nagyon sokan például az elhunyt szüleiket, élettársukat, szerelmüket nem tudják elengedni. Talán nem is akarják elengedni. Tehát ö, egy ilyen életfogytiglan tartó fogadalomban vannak, hogy én őt addig gyászolom, amíg élek. Mennyire veszélyes ez a, az életenergiára, magára? Nagyon. Uh, nagyon, mert egyébként is sajnos jellemző így a, a, a magyarokra meg inkább, hogy nagyon rosszul tud gyászolni. Uh, nem, nem, nem jó szó ide az, hogy uh, magát a gyászt megéri, mert uh, valójában ugye a, gyász, a gyászreakció egy aurában, az egy, az egy olvasható jelenség. Tehát amikor egy gyász folyamatot megkezd az ember, akkor megtörténik a sok reakció, az aurának van egy ilyen megdermet állapota, amikor azt látjuk, hogy az egyébként dinamikusan mozgó tér lelassul. A lelassultával a szívcsakra kitágul, és a szívcsakrában lévő az érzelmeket szabályzó, változó energiáknak a mozgása az teljes egészében egy síkúvá válik és így ez az energiatér kialakít egy, egy merev állapotot, és nyilvánvalóan, ami nem merev, vagy ami nem rugalmas, az egy ponton túl törni fog, hogyha valamilyen túlnyomás alá kerül, és az, az emberben általában a hiány állapot, az mindig saját maga megszüntetésére ösztönzi az embert, és ennek a hiánynak a felszámolása, az feszültséget idéz elő, és a belső feszültség, amit az ember megél, ezzel a melkasi merev energiaterülettel együtt egy ilyen roppanásszerű jelenséget idézelő, és lesz egy ilyen hasadás. A magyar nyelv nagyon jól kifejezi ezt, hogy meghasad a szíve az embernek. És ez az jelenség, amikor megtörténik, akkor van az az energetikai harsány energiarendszer kiáramlása, hogy látod az energiákat olyan jellegű ösztönerővel felcsapni az aurában, ekkor szakadt föl valójában a veszteség tudatából származó különböző érzelmi rögzülésénk terháza, és utána indítja ez el az aurában a feldolgozást, ami utána képes az emlékeket, az érzelmi kötődési folyamatainkat valamelyik polcra helyezni a tudatunkban. De ettől függetlenül az, hogyha én nem engedek el valakit, az nyilvánvaló nem tartja ezt az aurát egy ilyen pozícióban egy folyamatosan, hanem lesz az aurának egy olyan az aura hátsó részére helyezett terület, ahol szinte az látszik, hogy az illető, mint hogyha beköltözne az ember agyába, tehát lesz egy hátsó terület az aurában, ami teljesen elszeparálódik az illető személyes hétköznapi működését szabályzó aura résztől. És ebből kifolyólag igen, az simán elképzelhető és belefér, hogy az ember már meg tudja győzni magát arról, hogy ő például a, a, az elvesztettjével akár adott esetben napi kapcsolatban van. Mert sajnos ugye ez a hátsó terület az aurában, ami fel a tudatalatti terület mozgásáért, az elmével kapcsolatosan, a tudatos folyamatokért szabályozza például a, 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 az érzékelt, a látott dolgokról alkotott képünket, megváltoztatja a véleményünket lehetünk által elfogadóbbak, vagy tagadóbbak, de hogyha oda beférkőzik egy, egy illető személlyel kapcsolatos táplált energia, energia, akkor azt az energiát az mi úgy fordítja le, hogy ez az energia az elvesztett illetőtől jön. És így folyamatosan gyakorlatilag egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban lesz vele az illető. Viszont ugye az idő halad, és ez sem marad így az ember élete végéig. És ahogy az idő halad, mivel viszont az elme az, az így működik, hogy kell a tárgyi bizonyosság arról, amivel foglalkozik. Tehát nagyon kevés ideig tartható fent az elme érdeklődése olyan dolgokkal kapcsolatban, amivel összefüggésben tárgyi eredmény nincsen. És ebből kifolyólag eltelik egy pár év három, négy év akár, és mivel a testi élmény nincsen meg, nincs ott a másik, nem tudom érinteni, nincsenek meg azok a jellegű a tapasztalati síkon megszerzett élmények, amik megerősítenének, ezért egy idő után az aura ki fogja dolgozni ezeket a rezgéseket, és végső soron ez az egész hacacári az ember életében megszűnik. De sajnos vannak ilyenek, hogy beleragadnak ebben foglalkozol le az elme kiküszöbölésével. Tehát van -e olyan, amikor te úgy szeretnéd látni valami miatt az aurát, amikor az illető mondjuk meditatív állapotban van, vagy álmodik, vagy alszik. Tehát amikor minimális az a fajta elmefunkció, amivel mondjuk manipulálni tud, megvezetni tud, benne marad a téfiteiben. Van-e ilyen a te praxisodban, hogy, hogy álom aura, vagy, vagy vagy ilyen meditatív aura, miben más az, amikor a, ilyen állapotban vagyunk? Vannak ilyenek, én nagyon szívesen, erőszeretettel nézek meg például olyan folyamatokat, most akár családállítást is néztem korábban, akkor volt ilyen Wing Wave módszert, nagyon sok olyan módszerrel kapcsolatban, lehettem jelen, hívtak meg, kérték, hogy, hogy kövessem le, hogy az aurában mi történik. Én ugye ezeket a módszereket a magú teljeségében én nem ismerem. Nem, én nem biztos, hogy van ilyen, csak kérdezem, hogy más-e az aura, ha mondjuk ö... valami miatt szerencsésebb mondjuk engem úgy megvizsgálnod, amikor alszom. Mm. Miatt. Egyébként nem. Tehát valójában az aurát az bármikor lehet. Oda szeretem volna csak kiukadni az előző gondolattal, hogy hogy, hogy lekövethetők még magák, maguk a módszerek is az aurában, hogy, hogy mit idéz elő maga a módszer az ember életében, az ember aurájában. A meditáció az ugye lecsillapítja az emberi aurában működő folyamatokat. Uh, ugyanakkor ezek mind olyan mozgatott energetikai változások, amikhez ugye kell valamilyen tevékenység. Uh, az emberi óra uh, hagyományos esetben a mozgás természetéből fakadóan mindig elemezhető. Tehát, hogy annak nem kell. Tehát ezek, ezek sajnos csak mi vagyunk, uh, akiknek kellenek ezek a jellegű uh, megnevezett eszközök, hogy meditálok uh, ezt vagy azt, amaszt csinálok ahhoz, hogy én. Az eredeti formámba vissza tudjak kerülni. Az óra az elemezhető. Kettő rövid kérdésem van, lehet, hogy ebbe a beszélgetésbe, de lehet, hogy a korábbiba említetted, hogy széteshet az órának a szerkezete. Hogyha egy ilyen találkozol, akkor mi az, ami helyre tudja ezt hozni? <coughs> Na, ugye ez nyilván a mértékétől függ, hogy mennyire, mennyire csúszik szét, és mi az órában. De, de a legjellemzőbb eseteknél, az, 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 a feltűnő, hogy ugye az aurának a, a rétegző ödő rendszere az alapvetően egymásra simul, és nagyon komoly kölcsönhatást mutatnak ezek a rétegek egymással. Amikor egy ilyen szétesett állapotban, tehát egy olyan meghasonult állapotban látjuk az energiarendszert, ami nem tükrözi az egészséges önmagát, akkor alapvetően ezeknek a rétegeknek az egymással történő kommunikációjában beáll egy olyan zavar, ami miatt ezek a rétegek elkezdenek távolodni egymástól. Nem lesz meg közöttük a szinkronizálás, és ezáltal az óra mérete például nőhet akár 20-30 centit is, ami egyébként jelentős növekedés lehet, de ugyanakkor az energia találkozási pontoknál nincsen egyértelmű kommunikáció és akkor utána ugye jönnek a különböző energiaközpontok, amikor például deformálódnak a csakrák, amiknek szabályos alakzata van, de alapvetően ezek különböző torzult állapotban megnyúlhatnak, oválisabbá válhat a kiömlése az energiáknak. Lehetett már látni olyat, hogy ilyen sávosan vetített energiát csak a csakra például, de lehetett olyat is tapasztalni, hogy az energiaközpontnak a, a alakzata, ami egy aurában ugye egészséges esetben látszik, már nem is volt funkcionális, mert a testből közvetlen kiáramló energiákat, amit a csakren keresztül kellett volna az auratérbe projektálni, az gyakorlatilag a test körüli régióba, ugye az egyes rétegbe szívódott föl, aminek nem ott lett volna a helye. Ilyen jellegű elváltozásokon például baromi sokat tud segíteni a hangtál, mert annak alapvetően olyan élő eleve rezgése van, ami, 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 nem, nem ér véget a test kontúrjánál, hanem az a testben sejtszinten képes bizonyos alaprezgéseket visszahangolni. Nyilván vannak olyan szent helyek, például különböző stúpák, ahova érdemes így ki látogatni és ott harmonizálni egy picit az embernek magát. De nyilván vannak olyan eltérések, ahol, ahol érdemesebb ezeket a, az irányokat átugorva inkább kezelni, mert van az a jellegű pont, ahol hiába fordít az ember energiát arra, hogy összerakja ezt az energetikai struktúrát, nincs elegendő stabilitás, nincs elegendő földelése például, a gyökér nem működik megfelelően, akkor enyhetőzással tehet bármit magát a földelést, hogyha nem képes megfelelően kialakítani ami a, alapvetően egészséges esetben a természetben, tehát séta, a természettel való közelség nagyon jól tud uh, formázni és fejleszteni, de vannak olyan uh, elcsúszások, ahol már az sem segít. Tehát uh, sajnos be kell látni azt uh, általában ebben az esetben az embernek, hogy, uh, hogy nem tud más segítsége nélkül túllépni azon az elcsúszáson. Utolsó kérdést szeretném feltenni, nagyon sokat beszélünk a felébredésről, a megvilágosodásról, sokan kifejezetten célirányosan ezen az úton vannak, mondjuk így, hogy ez az ő dolguk most. Benne van-e az aurában kiolvasható-e a spirituális fejlődésre vonatkozóan valami? Az aurában a harmadik szemhez kapcsolódóan említeném még én ebben az esetben, ugye a fejlődésnek a különfajta aspektusait. Mert az, hogy lelki fejlődés az ember életében kialakul, az, az, nem lehet kérdés, az, az szinte alapvető. Kevesen különböztetik meg, de van a napfonat és a kerescsonti csakra között egy olyan energetikai pont, amit egy olyan szakrális csakrának lehet elkülöníteni, amivel összefüggésbe a valódi szakralitás mozgatható, tehát egyfajta spirituális forma, az a jellegű spiritualitás lehet ebben az esetben érintett azon az elkülönülő energiaközponton keresztül, amire egyébként az összes többi energiapontnak nincsen vagy nagyon kevés hatása lehet. Mert ugyanis azon túl, mint ez egyfajta főszabályzó pont, a harmadik szemnél pedig azokat a, az aspektusokat tudjuk uh, uh, szűrni, uh, ami az érzékelésével, uh, a kompetenciáival, uh, a hatékonyságával és ilyen formában, uh, a, ha úgy tetszik, a kompatibilitásával uh, összefüggésben mutathat irányokat uh, az ember kapcsán. Tehát magyarra fordítva meghatározható az, hogy adott esetben valakinek inkább az ilyen e, filozófikus jellegű, e, vagy a gyakorlatiasabb típusú, e, netán e, ezeken túlmenően valamilyen transzcendens e, dologgal e, illik jobban össze a, a, a fejlődési folyamata. E, ugyanakkor ezeket e, energiával mozgásba hozni, e, nekem az a tapasztalatom, hogy azzal az energiaponttal lehet kifejezetten. Tehát nagyon sok kérdést lehet ilyen formában feszegetni, mert túl ezen az aurában a tarkó tájéknál érzékelhetők olyan kis, sűrű, erős koncentrátumban tapasztalható energiatöltések, ami minden embernél más. És ezeknek a, a jelenségeknek, egy kis patronoknak az aurában történő felnyitása például előtérbe helyez olyan később adott esetben álomformájában átélt információkat, vagy előtérbe hoz olyan dejavű érzeteket, ahol az ember egy olyan élethelyzetben, amiben még nem szerepelt, mégis otthonosan érzi magát, vagy az egész jelenség, vagy adott esetben kihívás. Kialakulása előtt már rendelkezik a megoldás képességével. Tehát az a tapasztalatom, hogy ezeknek a területeknek a torkónál történő előtérbe megnyitásával az ember életében előtérbe helyezhetők ezek a jellegű megírások. Csak nagyon fontos azt tudatosítani, hogy ezeknek az ember életében történő elhelyezés is meg kell, hogy történjen mert azzal egyáltalán nem vagyunk előrébb, hogy olyan akarva, akaratlanul nyitott képességeket helyezünk előtérbe, aminek utána nem lesz helye az ember életében. Nagyon szépen köszönöm, Tomi, hogy eljöttél és elmondtad ezeket. Szerintem nagyon hasznosak ezek a, az információk. Azért valamilyen szinten szerintem mindannyian felelősek kell, hogy legyünk a saját energetikai rendszerünkért, főleg, hogyha ilyen csodálatos lehetőségek is vannak, amikkel most hallhatunk. Azt gondolom, hogy mégis azt gondolom, hogy sokat tehetünk magunkért. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, kiírjuk az elérhetőségeidet ide, hogyha valaki szeretne kérdezni, vagy meg szeretne téged keresni. Tudja, hogy hol Köszönöm, talál. Szépen, Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket, Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontátásra. Thank you.